Na, végre sikerült szereznem egyet abból a pólóból, amiről hetek óta beszélek. Szoboszlai Dominik, hány fokos? Ne felejtjétek, hogy most február végéig 20% engedménnyel vásárolhattok meg minden fehér pólót a Hobbista webshopban, www.hobbistawebshop.hu. És pillanatokon belül mondom is, hogy mi minden lesz a mai adásban. A svéd miniszterelnök nem jön Budapestre, nem áll szóba Orbán Viktorral, nincs miről tárgyalnia vele. Ezt harsogta heteken keresztül a haladó sajtó. Aztán végül is nem úgy lett. A múlt hétvégi teljesen civil politikamentes tüntetés egyik szervezője, Osváth Zsolti pedig nekirontott azoknak az ismert celebeknek, zenészeknek, tévés személyiségeknek, akik ugyan támogatják az ügyet, de azt mondták, hogy egy politikai rendezvényen nem kívánnak részt venni. Hát ilyet ebben a baloldali világban nem szabad csinálni. Már is kezdünk. Mindenkitől elnézést, aki már unja, hogy mielőtt belecsapnánk a témákba, mindig megjelenek itt a videó elején, és elmondom, hogy gyertek velem. De mindig vannak új nézők. Frankon, ha a teljes műsort akarjátok látni, cenzúra nélkül, akkor gyertek. Irány a YouTube konkurencia, a Rumble videó megosztó platform. Már közel 7000-en követtek ott is, ha te még nem, akkor gyere már is. Tök egyszerű a feliratkozás, semmi macera, ne félj az újdonságtól. Lent a leírásban, ott a közvetlen link ennek a videónak a cenzúrázatlan változatához. Kattints, és hajrá! Jó estét kívánok, ez itt a Politikai Hobbista Szamosi Timivel, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal, és rögtön egy csodálatos hírrel kezdjük a mai műsorunkat. Magyarországra látogat Ulf Kristersson, svéd miniszterelnök, illetve hát, ha egészen pontosak akarunk lenni, és mondjuk nem szippantja be a földet egy vortex, ami teljesen felborítja a téridő kontinuumot, hogy a Star Trek nyelvezetét használjam, akkor ez a látogatás már megtörtént, hiszen ezt a műsort nem titok, mindig csütörtökönként veszünk föl, és szombat este kerül adásba, és Kristersson miniszterelnök úr pénteken jár Budapesten. Na, bevesszük a ferengiket is a szövetségbe, vagy mi? Abszolút mértékben, most már végre, igen, csak a fülüket tudod, meg kell cirógatni egy kicsit előtte. Hát az ide kell jöjjenek, mert nem ér el a kezünk olyan messzire. Igen, na most ugye azért beszélek, hogy egy kicsit ilyen feltételes módban, mert hogyha a haladó sajtót, meg az okos embereiket követjük, akkor azért el tudunk bizonytalanodni, mert ugye az volt a kezdőpont, hogy a svéd miniszterelnök nem is jön. Ezt megírta itthon és külföldön a teljes mainstream haladó sajtó, mert hogy nincs miről tárgyalni a Orbán Viktorral. Úgyhogy Ulf Kristersson érdekében vegyük most ezeket úgy, hogy addig nem hisszük el, amíg nem ő mondta. Mert hogy tényleg a haladó sajtó óránként mást állított vele kapcsolatban. De mondjuk ilyen munkahipotézisként akkor tételezzük fel, hogy nem ő a hibás ezekben, nem Kristersson. Hát igen, mert utána az volt, hogy másnap, hogy azért nem jön, mert majd Brüsszelben fog tárgyalni a Orbánnal. Aztán... Volt, hogy azért nem jött, mert Brüsszelben tárgyaltak. Már múlt időben. Mert a legszebb az volt, amikor megmondta, hogy majd eljön, hogyha már ratifikáljuk a NATO csatlakozást. Aztán itt olvasom. Hála látogatás. Igen, a legújabb az itt olvasom, hogy azért jön, hogy ratifikáljuk majd a NATO csatlakozást. Tehát... Jó, hát a svéd nyelvben az igeidők furcsán vannak. Hát kb. Így ment végig, ezt az ívet meg lehet rajzolni, de ráadásul még bónuszként, vagy kis koktélcseresznyeként a tetejére, úgy néz ki, hogy még gripeneket is hoz, ha minden igaz. Igen, állítólag csak visszafele kell foglaljon azért fapados egyet, mert idefele gripen ne jön, és azt itt is adja. Hát, hogy kapja is egy lovat, az Svédországban, mint... Hát 26-ig tart a... poltavai csata után. Hogy van ez? Ja, értettem, jó, most már értem. Belterjeskedjetek, hogy van ez az egész gripen ügy? Hát 26-ig van a leasing szerződés, és utána ilyen... Hát emlékszel, volt nálunk itt a honvédelmi miniszter úr látogatóban, és még rá is kérdeztem, hogy honnan lesz nekünk vadászgépünk, hogyha a svédekkel ennyire megromlott a viszonyunk. És akkor mosolygott. Igen. Aztán 26-ig tart ez a leasing szerződés, mert 2006 óta vannak, és 20 évig tart, és akkor... Hát szerintem ezt még ők sem tudják pontosan, hogy mi a vége, hogy akkor megkapjuk-e a leasing után van, hogy megkapod ide a járművet, de lehet, hogy visszakapja a tulajdon, és ez attól függ, hogy miben állapodsz meg vele. De hogy állítólag itt ez a CD verzió, ami nekünk van a Gripenből, ezt most már állítólag EF-re
cserélődik, én azt olvastam. Ez egy kicsit újabb verzió, és több is lesz, meg jobb is lesz, meg jobb fegyverzete lesz, meg jobb szoftvere lesz, meg minden lesz állítólag. Hát a védelmi... Még lehet, hogy itt is lesz valami gyártás belőle. Úgyhogy... A védelmi képességeink és kapacitásaink akkor csak javulni fognak. De még egy érdekesség, hát kicsit ehhez kapcsolódik is, hogy nem csak a svéd miniszterelnök jön, vagy jött, hanem, és ez már korábban megtörtént, tehát erről már most a felvétel idejében is abszolút multidőben stabilan beszélhetünk, hogy érkezett egy extra komoly amerikai tárgyaló delegáció mindenféle remek kongresszusi képviselőkkel, és fogadta is őket Pressman úr a reptéren, elfelejtsük, hogy Korda György a vendégünk a második részben, a reptéren fogadta őket Pressman úr, aztán bementek, megtárgyalták a dolgokat az ellenzék parlamenti képviselőivel, és akkor ilyen csalódottak voltak, megsértődtek, hogy a kormánypártiak meg nem fogadták. Hát ez őket. A tipikus esete annak, amikor valaki egy döglött polippal próbál betörni egy ajtót. Sőt, jobbat mondok, ez olyan, mint amikor itt Ambrózzal fogjuk, és akkor szombat hajnali 3-kor elmegyünk Jessihez a lakására, bár nem beszéltük meg, de egy órán át nyomkodjuk a csengőt, és aztán így csodálkozunk, sőt, megsértődünk, hogy nem jött ki és nem nyitott ajtót. Hát nekem van egy ilyen ismerősöm, aki hajnali 2-kor szokott telefonálni, hogy hol vagy. De már bocsi, de kik ők, és mit gondolnak magukról, és mit gondolnak róla? Hogy nálunk a teljes kormánypártnak ki kellett volna menni és fogadni őket? Tehát mi ez a valószínűleg ugye, ha Glédába kell találni már a reptéren, igen, sorba, és tisztelegni. De csak a Pressman volt ott, ez mennyire? Képzeld el, hogy kimegy a magyar delegáció Washingtonba, és a magyar nagykövet ott van, és tartanak egy kihelyezett frakciülést Washingtonba. Tehát agybetegség. Igen, szóval amúgy nyilván, hogyha ez egy normális látogatás lenne, jönnének természetesen, nem hiszem, hogy akadálya lenne, hogy kormánypárti képviselők, akár miniszterek is, szenátorokkal, kongresszus képviselőkkel beszéljenek, hogyha arról van szó, hogyha nem, ha nem egy ilyen szőnyeg szélére állítós, vagy ilyen erődemonstratív vizit lenne ez az egész. De azért valaki szólt az amerikai delegációnak, hogy ugye ahhoz az ajtóhoz, amin a svédek beszeretnének jönni a NATO-ba, annak az ajtónak a kulcsa az a svéd miniszterelnök irodájában fityeg, nem pedig az amerikai szenátusban, úgyhogy ők ebben a történetben teljesen feleslegesek. Vagyis akkor lesz NATO csatlakozás, ha a svéd miniszterelnök veszi a fáradtságot, és elfogadja azt az egyébként szívélyes meghívást, amit kapott Budapest. Hát elfogadta. Hát ez a valaki, aki szólt nekik, ez maga Szijjártó Péter volt, ha jól emlékszem. Ez a látogatás ide felesleges volt. Nézzék meg a várat, meg menjenek. Szijjártó Péter a világtörténelem első külügyminiszter, aki megérdemelné a Bárczy Gusztáv díjat. Gyógypedagógusként beszélt. Hobbi gyógypedagógus. Csak hát ő ugye főleg újságírókkal szokott kiváló gyógypedagógiai fogadóórát tartani. Szóval nagyon reméljük, hogy ez az egész régóta húzódó történet szága, hogy ilyen hollywoodiasan fogalmazzuk, egyszer lezárul, és akkor a svédek végre be tudnak lépni a NATO-ba, mi meg jobban lehetünk a svédek. Hát én külön remélem, mert mikor kezdődött ez az egész, már másfél éve tart, vagy mióta? Tehát én egy üveg kölyökpesgőt tettem fel rá, hogyha belépnek, akkor azt kibontjuk, és megisszuk, vagy kilocsoljuk a földre örömünkbe, de azóta is ott áll a konyhámba. Tehát most már lassan, megromlik a kölyökpesgő, sose volt még ilyen. Tehát... Jó, de egyébként hozzáteszem, mert ez tök korrekt, mert ugye ilyenkor most jönnek az ilyen toposzok, hogy hát zsaroljuk a svédeket. Dehogy is, csak várjuk a grippenjeinket. Miért zsarolnánk? Másrészt az, hogy elvárja Magyarország, hogy mondjuk egy szövetséget, aki a NATO-ban szövetségese szeretne lenni. Egyébként meg az Európai Unióban tagállam, társunk, hogy ezt kreáljak egy ilyen kifejezést, hogy abban az országban ne rendszeresen, módszeresen a közmédiában Magyarországról lejárató, teljesen igaztalan, ilyen nagyon tendenciózus anyagok jelenjenek meg, hogy azért ez mégsem történne, és ez nem a sajtó szabadságba való beleszólás, hanem ez az igazság. Tehát rendben van, sok mindent meg lehet írni. Pókerezzünk a svédekkel, tehát mi a kérésetek? Hát, hogy legyetek udvariasabbak egy picit. Nem. Jó, akkor adjatok az udvariasság mellé grippent is. Jó. Tulajdonképpen csinálhatják ezt, csak hozzanak grippent. Tehát engem fegyverekkel megvesztenek. Végül is igen, tehát ez Szászlónak is egy a vége. Megint az lett. Megint Orbán Viktornak lett igaza. A haladó sajtó megint elmondta, hogy Orbán Viktor miért szigetelődött el, és kiderült, hogy egyáltalán nem. És azon a szigeten átvezetne az út a célhoz. Tehát ez a baj, hogy a szigeten pont le tudtak szállni a grippen. Igen, igen. Na, de beszéljünk egy kicsit még hazai ügyekről is, bár ez is ugye fele részben mindenképpen belpolitika, de ugye a hazai baloldali véleménymaffia, ez egy létező jelenség, de tudjátok, lépjünk egyet hátra, és vizsgáljuk meg így a nagyobb képet. Elég nagy a kép, Hősök tere, múlt péntek,
ellenzéki megmondó emberek pártpolitikától mentes, civil tüntetést szerveztek a Hősök terén. És tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy egészen jól sikerült, mert egyrészt valóban sokan voltak, másrészt egy teljes óráig kellett várni az első ilyen igazán öblös mocskos Fideszre. Gondoljunk csak bele, képzeljük magunkat egy énekes vagy színész helyébe, fejében, mondjuk, mint a John Malkovich. Ne provokálj te. John Malkovich menet. Csináljuk egy ilyen Nagy Ervin menetet mondjuk fejben. Mit válaszolnánk színészként, zenészként, hogyha felhív minket valaki, hogy figyelj, haver, szervezünk egy ilyen gyerekvédelmi, ilyen abuzálás elleni tüntetést. Nem tudom, én ott letenném, hogy Osvány Zsolti. Jó, de nem tudod, hogy ő az, meg valamelyik haverom, mert nem ősz hívogatja nyilván, hanem megvannak. És akkor figyelj, ez ilyen tök rendes, a gyerekek védelmében egy ügy, politikamentes, tényleg ezért van kedved csatlakozni, persze, hogy azt mondja a zenész vagy a színész, hogy oké, ez tényleg ez egy jó ügy, miért ne? És itt jön a csavar. Mert amint olyan szereplőkkel kell egy színpadra állni, akik az év 365 napjából legalább 300-at végig politizálnak, ráadásul pártpolitizálnak, mint ezek a úgymond civil celebek, akkor azért ugye elgondolkodunk rajta művészként, hogy hát adjuk-e a nevünket egy ennyire politikai rendezvényhez. És ezzel nincs gond, mert mindenki szuverén döntése, hogy szeretne részt venni egy ilyen politikai rendezvényen, vagy sem. De ez nem politikai rendezvény volt, Jeszi. Az pedig, hogy a tüntetők kezébe ott voltak a kormányellenes plakátok és kormányellenes rigmusok a skandáltak, az teljesen csak a véletlenül volt, mint ahogy az is, hogy a rendezők is, és mindegyik elmondta, hogy ők egy párthoz sem csatlakoznak. És az is tök véletlen volt, hogy akiknek gyűjtögettek ugye ott a ládikába, amit Ádám is látott, annak véletlenül az összeg ugye 25 millió forintot akartak összeszedni, abból 203 millió lett egy pár napon belül, és szerintetek hova került ez az összeg? A város mindenkihez. Jámbor András barátnőihez kapcsolódó egyesülethez. Igen, annak az egyesületnek, amelynek a nevére gyűjtöttek, annak egész véletlenül a vezetője, Jámbor András, párbeszédes, vagy milyen, melyik politikus, igen. És a Szikra mozgalom alapítójának a közeli munkatársa. Azon gondolkodom, hogy ez a 203 millió forint hány dollár? Kereke van vége, de amúgy lelövöd a poénomat, Kurz, mert én, ha bocsánat. Amerikai nagykövet volnék, és pénzelni akarnék ellenzéki csoportokat, én adománygyűjtést szerveznék, de ez csak úgy eszembe jut. Akkor is, ha már négyszer megbuktál vele, Ádám, akkor is. Igen, de itt az a lényeg, hogy ugye, amit elmondtad, az ne. Politikamentesség lényege, hogy mocskos Fidesz mondja le a kormány U1G. Igen, ne lépjünk át e fölött, hogy nem támogatunk egyetlen pártot se, de mocskos Fidesz, ez azért ennek el kell hangzania. Ez tényleg így szokott lenni. És ugye van ez az egyik ilyen való világos, azóta bulvárguruvá avanzsálódott szervező, Zsoltika, és ő több hírességet is meghívott. És sokan csatlakoztak, adták a nevüket a politikamentes civil tüntetéshez. Volt azonban néhány szkeptikus híresség. Aki már azóta nem annyira híres. Megvásárolták az Újmúlt Kft. Alapcsomagját, és ez a tulajdonság egy elveszett a múltban. Egerszegi Krisztina se tud úszni, tudod, az az alapcsomagunk. Keveset fizetsz, akkor ezt... Igen, megkaptuk a listát, már íródik az új múlt. Már megíródott az új múlt. Ugye volt néhány olyan híresség, köztük Ördög Nóra például, akik úgy döntöttek, hogy bár fontos számukra a gyerekvédelem, de ők nem nagyon szeretnének beleállni egy ilyen erősen átpolitizált ügybe. És akkor fel is olvasom Ördög Nóri nyilatkozatát. Az elmúlt napokban több megkeresést is kaptam több irányból, hogy szólaljak fel, vállaljak szerepet a bántalmazott gyerekek ügyében. Boldog vagyok, mert azt látom, ebben a témában egységes az álláspont, nem is lehet más, a bűnösöknek zéró a tolerancia. Ugyanakkor, csak úgy, mint minden közéleti témát, ezt is mélyen átitatja a politika, amelytől eddig is és ezután is távol fogom tartani magam. Fontos napokat élünk, és kívánom, hogy a bántalmazott gyerekek ne csupán az eszközei legyenek a politikai csatározásoknak. És mindenek felett velük, mellettük vagyok. Ez volt... Korrekt. Teljesen korrekt. Aztán jött az egyik szervező, Osvágy Zsolti. Itt a válasz. Átverve éreztem magam, mert engem a Nóri meggyőzött arról, hogy a gyerekei nevelésében és a nyilvánosságban való szereplésében mennyire tudatos. Úgy gondoltam, van okom rá felnézni, de ez most megváltozott. A kiírása után teljesen másképp gondolkodom Ördög Nóráról. Nóri, simán esélyed lett volna most azt mondani, most szerintem most találtam el jobban a Zsolti hangját. Nóri, simán esélyed lett volna most azt mondani, hogy bár én a kormánytól kapom a fizetésem, és én csak szórakoztató műsorokat gyártok, de a gyerek az egy no-go zóna.
Tehát Ördögnórának csak akkor oké a gyerekeket felhasználni, ha ezért pénzt kap. Sajnálom, mert mi nem adjuk a pénzt, mi gyűjtjük. Szerintem bölcsebb lett volna, ha nem ír semmit. Egyébként tehát demagógiában, hatásvadászatban, hazugságban a csávó azért nagyon-nagyon profi. Olimpiai bajnok. Olimpiai bajnok, világbajnok. Igen. Igen, tehát Nóri hozott egy döntést, és ezt vagy elfogadjuk, vagy nem. És ilyen van, hogy emberek hoznak döntéseket. Nóri nem szólította fel, nem szólította meg egyik szervezőt sem személyesen, nem kritizálta a tüntetést. Simán elmondta, hogy ő nem kíván politizálni. És akkor ezért ő mit kapott? De egyébként az ügyet támogatja. Mit kapott érte? Vegzálást, meg nyilvános megalázást. Mert nem a nyilatkozatát támadták, hanem a személyét. Csalódtam benned. Azt hittem, tudatos anya vagy. Eddig felnéztem rá. Ez micsoda? Várjál, még itt azért azt azért ne ugorjunk át fölötte, hogy egy abúzus elleni tüntetésen itt az egyik szervező éppen egy nőt abúzál a véleménye miatt. Tehát, nem a véleménye, hanem azért, mert nincs vele. Tehát ez a Rákosi féle kommunizmusba tértünk vissza. Vagy velünk, aki nincs velünk, az ellenünk van. Több gyerekes anyukát abuzál, mert ő nem kíván politizálni. Tehát ezt azért boríték. Abszolút, abszolút. De várjátok, és akkor ilyenkor hol van Ádám kedvence mérővere? Hol van a Nane? Hol van a Fater? Vagy egy férfi megventi a... De tudod, ez van a jó karaktergyilkosság, meg a rossz karaktergyilkosság, és ilyenkor a nő az már nem számít, csak a civil szervezetek ilyenkor hol bánatban vannak? Ilyen liberális társasjáték, liberálisak. Tudod, a nő üti a férfit, a meleg üti a nőt, a migráns üti a meleget, tudod, ez... Az Malmőben elég jó. Na, de fontos leszögezni, hogy a tüntetés alatt, majd utána, ugye hallhattuk a mocskos Fidesz meg az ehhez hasonló kormányellenes rigmusokat. Tudjátok, a civil pártpolitika mentes tüntetésen. Innen is látszik, hogy ez nem egy politikai rendezvény, ugye? De ne feledkezzünk meg a történet másik szereplőjéről sem. Széki Attila, a.k.a. Curtis, ő szintén nem kívánt részt venni a rendezvényen, és a Zsolti valahogy őt is betalálta, és akkor aztán üzengettek egymásnak a médiában. A kettőjük konfliktusa egyébként elég lényegtelen, de Curtis a tüntetés közben annyit posztott az Insta oldalára, hogy hazug banda, ezért nem mentem. Na ez viszont a Curtis rajongóknak nagyon nem tetszett, de nem ám, a sajtó pedig teljesen váratlanul, véletlenül pont mérni kezdte Curtis követő táborát. És a 24.hu már meg is írta, több ezer követőt vesztett Curtis az Instagramon. Na, de mennyi az a több ezer? 8000? 15000? 20000? Nézzük meg, mert a 24.hu ezt is bemutatta. Hú, ez ugye nagyon csúnyán néz ki. Hatalmas zuhanás. Óriási. De várjunk csak, olvassuk már el az apró betűt. Azért tűnik ilyen meredeknek a görbe,